Sziasztok, én Adri vagyok, ez itt a Rókaland és a Szinglikonyha nevű sorozat. A Szinglikonyha most válik sorozattá gyakorlatilag, mert eddig egyetlen egy rész volt még csak, ide kattintva azt meg tudjátok nézni, de most, hogy már 2 lesz belőle, ez már egy sorozat. Az adventi videó hatására nagyon sok új feliratkozó érkezett a csatornára, aki lehet, hogy egyáltalán nem is ismer engem, és mondjuk még csak ez lesz a második videó, amit tőle majd lát, úgyhogy arra gondoltam, hogy iszonyat gyorsan összefoglalom a legfontosabb tudnivalókat. Én újságíró vagyok, ez a végzettségem is, és ebben tevékenykedem, főként gasztronómiára vagyok szakosodva. Szeretek én is főzni, és szoktam megrendelésre is recepteket gyártani, és ezeket most már magamnak is fotózom. Ezt a csatornát nem egyedül kezdtem, hanem egy olyan emberrel, akivel 6 évet voltam együtt, és eredetileg azért kezdtem el ezt a csatornát, hogy egyfajta emlékkönyv lehessen nekünk, hiszen együtt is dolgoztunk, együtt is éltünk, és annyi sokféle dolgot láttunk, tapasztaltunk, ami mind gasztronómiához és utazáshoz kötődött, hogy arra gondoltam, hogy tök jó dolog lenne, hogyha lenne valami saját produktumunk, ami tényleg egyfajta emlék is lehet nekünk. Az első nagy változás az nagyjából 1 évvel ezelőtt állt be, amikor úgy döntöttünk, hogy a belvárosból elköltözünk vidékre, és ez nem egy pánik menekülés volt, szükség volt nagyobb helyre, ahhoz, hogy mind a ketten jól elférjünk és tudjunk dolgozni, úgyhogy én a mai napig azt mondom, hogy ennek meg kellett történnie, de aztán most nyár végén állt be a második nagy változás, ami az volt, hogy az én másik felem úgy döntött, hogy inkább máshol keresi a boldogságot, nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, és ez egy elég komoly villámcsapás volt, és elég váratlanul ért engem, abszolút nem számítottam rá, hogy pont így egy költözés után aztán egyedül is maradok vidéken, és egyedül maradok a munkáimban is, mert ugye kötődött egymáshoz a munkánk is. Úgyhogy jött egy komoly, nehezebb időszak, viszont az, hogy hozzám tartozzon a vlog, az soha nem is volt kérdés, mert én vágtam a videókat, én találtam ki a témákat, szóval ez tényleg sokkal inkább rólam szólt mindig is. Szerintem elég jó döntés volt az, hogy nem hagytam abba, mert eltelt most már jó pár hónap, és azt érzem, hogy jól érzem magam. Persze nyilván vannak hullámvölgyek, de nagyon sokat segített a vlog, meg az, hogy volt itt egy közösség, tényleg elképesztően támogatóak voltak az emberek, pedig azt hittem, hogy a legtöbbjük le fog lépni, és azt fogja mondani, hogy így egyedül már nem vagyunk rád kíváncsiak. De nem így történt, és nagyon örülök, hogy vannak új emberek is, úgyhogy ennyi volt a gyors talpaló, ne haragudjatok, ha ezt már tudtátok vagy hallottátok, de valahol ezt el kellett mondanom. És akkor csapjunk bele a főzős részbe is egy kicsit. Arra gondoltam amúgy, hogy a Szinglikonyha az mindig úgy áll össze a fejembe, hogy van egy téma, amiről beszélek, ami valahol így az egyedül léthez, meg az egyedül éléshez kapcsolódik, meg olyan receptet készítek, amit egymagának is tök jó elkészíteni az embernek, és a mostani receptben van még egy különlegesség, hogy hát egy kicsit ilyen viccesen is hangzik, de mondhatjuk, hogy ez egy ilyen ársapkás termékekre fókuszáló recept főként. Tehát a fő alapanyagok azok mind ilyen kormány által jó árasítottak. És akkor gyorsan menjünk át az összetevőkön. Ugye, mivel ezt az ársapkás dolgot is szem előtt tartottam, ezért az alapokhoz liszt fog kelleni többek között, ugye a galuskának az egyik alapja a liszt lesz, és a tojás pörkölt részbe is fog kerülni. A másik fontos dolog nyilvánvalóan a tojás, ez is kerül a nokedlibe is, meg a pörkölt részbe is, és ez mind a kettő ugye ilyen jó árasított termék, és ha gondoljátok, akkor a habarás részt is meg lehet csinálni egy ilyen ársapkás termékkel, tejjel, de én most ehhez tejfölt fogok használni, tejföllel jobb. Ezen kívül kelleni fog vörös hagyma. Én most nagyjából ennyit fogok használni a recepthez, ez szerintem egy jó nagy vörös hagyma. És akkor ízesítéshez nyilván használni fogok borsót, fogok használni sót, fogok használni paprikaport, és itt is választhattok ársapkás verziót, de én barna cukrot fogok használni, mert ezt szoktam főzéshez használni, és én még egy kis cayenne bors vagy cayenne chilit is használok, és amúgy tehettek bele más fűszert is, tehettek bele akár petrezselymet is mondjuk. Ezt a tojáspörköltet el lehet úgy készíteni, hogy vega verzióban, tehát tényleg mindenkinek ajánlom, hogy készítse el úgy, tök jó. Viszont én most nem tudok ellenállni, mert van nálam itthon az a dolog, ami igazán tud még dobni egyet rajta. Konkrétan ennél a cégnél nemrég jártam a gyárban, és nagyon remélem, hogy nem sokára jóvá hagyják a videó részleteket, és akkor azt is meg tudom nektek mutatni. Ez egy olyan békön, ami ilyen 4 kamrás verzióban van, és ezzel azt hiszem csomagolási díjat is nyertek, hogy tök jó, hogy nem egyben van ez a sok békönkocka, hanem szépen el van osztva 62,5 grammokra, tehát a 250 gramm így oszlik meg, és én nekem ez konkrétan tökéletes. Tehát ebből egy ilyet használok gyakorlatilag bármilyen főzéshez, amihez van kedvem, és most mit mondjak? Jót tesz. Jót tesz a tojáspörkölt ízének, hogyha nem szeretnétek bele semmilyen húsos dolgot használni, hát vegán ugye nem tud lenni, mert tojásból készül, de hogyha csak a húst kerülitek, akkor én azt ajánlom, hogy mondjuk még folyékony füstöt tegyetek bele. Nyilván szükségünk lesz még valamilyen zsiradékra, akinél van otthon, nem tudom, valami állati zsiradék, az is jó lehet. Önmagában szerintem a békönből kisülő dolog az egy icipicit kevés, tehát fogok beletenni 1-2 evőkanál olajat, ez is az ársapkás termékek közé tartozik. Én a tojáspörkölt részt azt 6 darab előre megfőzött és megpucolt tojásból fogom készíteni. Ezt, ha nem haragszotok meg, nem mutatom meg ezt a folyamatot, mert talán a tojásfőzés az úgy megy mindenkinek. Én nekem ez a 6 tojás, az 2 kajára elég. Kezdjünk a pörkölt résszel. Amúgy én sem tojás pucolásban, sem tojás vágásban nem vagyok túl jó, de hát nem baj, kezdjünk bele. Nem olyan nagy probléma amúgy, hogyha nem lesznek tökéletesek a szeletek, mert hát ki fog belőle úgy is esni a sárgája amúgy főzés közben, úgyhogy ettől nem kell annyira tartani. És akkor egyedül az ünnepek alatt a téma. Van, aki ebben az esetben azt választja, hogy inkább nem ünneplem a karácsonyt, meg ilyen grincs leszek, úgy csinálok, minthogyha engem ez nem érdekelne, és leszarom az egészet, de szerintem ezt nem tudod leszarni. Szóval, hogyha van szíved, és empatikus ember vagy, és érzel még valamit, akkor ezt a dolgot nem tudod leszarni. És szerintem ezért nem jó taktika ez. Ez az úgy csinálunk, minthogyha nem is lenne, jaj, csak múljon el. Az idő az nagyon drága. És drágább annál a saját időm, minthogy kihagyjak belőle 2 hónapot, és addig itthon szomorkodjak, és ne vegyek tudomást arról, hogy mi zajlik a világba. Tehát szerintem, ha van lelki erőtök hozzá, akkor ne azt az opciót válasszátok, hogy grincsek lesztek ilyenkor, és hogy így ignoráljátok az egész ünnepet. Bármennyire is közhelyes ez, hogy próbáld magadat boldoggá tenni, igenis ezen kell dolgozni. Tehát nem kell nagy dolgokra gondolni, de mondjuk kedden lesz Mikulás, ami ugye csak a gyerekeknek van, meg ilyen kis cuki párok szoktak egymásnak ajándékozni. Miért ne vehetnél magadnak valamit? Hogyha van rá bőven pénzed, akkor valami olyan dolgot, amire régóta vágytál. Hogyha spórolsz, hogyha csak kisebb dolgokat engedhetsz meg magadnak, akkor vegyél magadnak Mikulás csokit, vagy olyan dolgokat, amiket szeretsz, vagy főzzél magadnak egy nagyon jót. És ezt bárki megteheti magával. És tudom, hogy milyen az, amikor sok év után egyre elkeseredettebb vagy, de ha nem veszel magadon erőt, akkor is ugyanaz a helyzet van, meg ha erőt veszel magadon, akkor is ugyanaz a helyzet van. És ugyanez a karácsony is. Hogyha vannak vérszerinti rokonaid, ha van kihez elmenni és azzal együtt vacsorázni, ebédelni, akkor már jó, akkor már fektesse be energiát. Örülj a szüleidnek, örülj a nagyszüleidnek, a rokonaidnak, a barátaidnak, tök mindegy. Annak, akinek lehet ebben az időszakban, és köszönd meg neki, hogy van, és próbálj vele minél jobb időt együtt tölteni. Persze néha nagyon nehézkesek ezek a családi vacsorák, mert ugye az emberek már el vannak távolodva egymástól, és nem mindig találjátok meg a megfelelő hangot, de próbálkozni kell, és lehet is. És hidd el, hogyha egyszer majd nem lesznek, akkor már vissza fogod sírni azt az időszakot is, amikor akár veszekedve díszítettétek a fát. Az, hogy mondjuk te vagy én nem találtuk még meg az igazit karácsonykor, ez nem a legnagyobb tragédia, és ezt néha el kell, hogy mondja magának az ember, néha fel kell, hogy pofozza magát az ember, hogy nem ez az élet legnagyobb tragédiája, és igenis lehet boldognak lenni emellett. És hogyha mondjuk ilyenkor például adakozunk, csak egy cipős dobozt összekészítünk, csak egy Mikulás csomagot, bármilyen önkénteskedésbe vele fogunk, vagy valami ilyesmit teszünk, azzal is egy kicsit szerintem fejbe tudjuk kólintani magunkat, és el tudjuk hitetni magunkkal, hogy nem nálunk van a legnagyobb tragédia, és hogy mi is adhatunk még másoknak, ha nem is szerelmet, és nem is azt kapjuk vissza. Kész is van a tojáspörköltes rész, de ugye mi itt nem állunk le. Én már oda tettem forni egy olyan 3 liter vizet, sós vizet, és akkor jöhet a galuska vagy nokedli. Nyilván lehetne enni tésztával, tarhonyával, rizssel, amivel szeretnétek, kenyérrel. Szokták ugye mondani, hogy az az igazi nő, aki tud nokedlit szaggatni. Hát nem mondom, hogy ez igaz, csak azt mondom, hogy ez nagyon könnyű megugrani. Tehát sokkal egyszerűbb ez a sztori, mint ahogy az emberek fejében él. A legfontosabb dolog, hogy legyen egy jó nokedli szaggatód, én egy ilyet használok, van többféle anyagból, méret, akármi, én azt javaslom, hogy ne ezt a húzogatósat vegyétek, mert annál folyik, oldalt ki belőle a massza, meg minden, tökéletesen jó lesz ez egy lapos fakanállal, tényleg, tehát valami ilyesmit. Igazából nem kell konyhai mérleg sem, mert ha egyszer ráérzel az állagra, akkor már tudni fogod, hogy milyenre kell csinálni, de én most lemérem nektek pontosan, hogy ez egy tuti recept, ez biztos, hogy puha lesz, de nem túl folyós, stb. Úgyhogy lássunk neki. Szóval első körben 2 tojást ide ütünk. Jöhet mellé még 20 g víz, és ugye nyilván a tojások méretétől is változhat ez. Ó, és most 35-öt adtam hozzá. Normális vagyok? Jó, akkor legyen 40. Rakunk bele egy csipet sót, és mondjuk olyan 120 g lisztet. Mindjárt megnézem, hogy annak jó-e az állaga. Én úgy voltam vele amúgy mostanában sokáig, hogy magam miatt nem állok neki se ennek, se annak. Ó, nem kell. Ó, magam miatt nem bontom meg azt a finom üvegbort. Ó, magamnak jó lesz egy a lábasból kieszem a kaját, nem fontos kitálalni, minek, hát egy személyre. Elhordom a legrongyosabb ruhákat itthon, és aztán rájöttem, hogy home office-ban dolgozom, a legtöbb időmet itthon töltöm, egyedül eszek, a legtöbbször, saját magamat látom a tükörbe, de magam miatt kell összeszednem magam, magamnak kell jó ételt csinálni, és igen, magamnak ki lehet tálalni, és igen, veszek magamnak olyan szép boros poharat, amiből jól esik meginni. És én ezt nagyon javaslom mindenkinek. Nem az ész nélküli költekezést, és nyilván mindenki csak addig nyújtózkodjon, ameddig a takarója ér, ez teljesen logikus, de hogyha éppen van arra pénzed, akkor ne a következő nagy űre tartogass dolgokat, meglepetéseket, hanem magadnak. Ha egyedül vagy, és éppen nincsen semmilyen lebegő projekt, akkor az egyetlen dolgod az, hogy a minél jobb önmagaddá válj, hogy magadnak megadj mindent. Na nézzétek csak, ilyen állagnak kell lenni. Ez az az állag, ami ami jó lesz nekünk. És a nokedli tészta az kifejezetten egy olyan dolog, amit nem szabad elkészíteni előre, mert akkor ugye a liszt jobban beszívja a vizet, megváltozik az állaga, tehát ezt amikor már feltetted főni, forni a vizet, akkor keverd be, és egy ilyen ragacsos massza legyen, akkor lesz majd tuti. Azt kell megfogalmazni mindenkinek magába, hogy mit szeretne, mit teszi boldoggá, és azok közül mi elérhető számára. Mert ha mondjuk amúgy vannak barátaid, de ők balfaszok, és biztos, hogy nem fognak szervezni bulit, meg nem fogják összerántani a társaságot, és akkor csak te is ülsz és nézel, és nem történik semmi, akkor ezt a helyzetet meg tudod úgy oldani, hogy csinálsz te egy barátkarácsonyt. Nem biztos, hogy 24-én este fognak ráérni a barátaid, de lehet, hogy egy héttel előtte, vagy egy héttel utána. És akkor ti így tartjátok a karácsonyt. És nyugodtan vegyél saját magadnak fenyőt otthonra, nyugodtan díszítsd fel, hogyha idegesítenek a karácsonyi filmek, akkor nézzél olyan filmet, amit szeretsz, vagy olyan sorozatot. Tehát, hogy egyszerűen annyira stresszes tud lenni ez az időszak, hogyha nem szereted magadat, meg nem igyekszel azon, hogy jobb kedvedre rítsd magadat, hogy nagyon mélyre lehet jutni ilyenkor. És ilyenkor, ha tud az ember, akkor még jobban figyeljen arra oda, hogy ne hagyja el magát, és hogy tegye boldoggá magát, ahogy tudja. Szerintem konkrétan hihetetlen, hogy milyen gyorsan elkészül ez az étel, úgy, hogy a sokak által rettegett galuskát is belevettük a dologba. Hát méretét tekintve, most így, mivel egy jó nagy tálba tálaltam, több mint a felét ki kellett tenni a galuskának, szóval nagy étkűeknek ez lehet, hogy csak egy adag. És most megpróbálom majd a kanalat nem hozzáérinteni a fogamhoz, mert a legutolsó videónál ezt is kritizálta valaki. Húha! Jó kaja ez! Ti amúgy ismertétek ezt az ételt? Tudom, hogyha ársapkázunk, akkor ugye ez a békön nem kerülhet bele, de nem árt neki. Na hát az arányokat annyira nem találtam el, mert szerintem több pörkölt fog maradni, mint amennyi galuska van, szóval egy kicsit több galuskát kellene ehhez a dologhoz csinálni. De mindegy, az alapokat szerintem azt láttátok, nyugodtan duplázzátok meg. Ja, a galuska mennyiséget mondjuk, és akkor szuper lesz. Fú, de jó. Szóval összegezvén ezt az egyedül az ünnepekkor dolgot, én nem vagyok annyira spirituális alkat, de abban hiszek, hogyha jó a hozzáállásod a dolgokhoz, akkor az igenis sok más jót fog vonzani, vagy ez a félig tele a pohár, vagy félig üres kategória, hogy nem mindegy, hogy te magadnak mit adsz be, hogy hogyan akarod látni a dolgokat. Mert van egy csomó minden, ami tényleg negatív, amit el kell gyászolni, ami miatt igenis szomorúnak is lehet lenni, és lehet sírni, és rosszul érezni magunkat, de van egy csomó dolog, ami ilyen kétesélyes. Szóval mondhatod azt is magadnak, hogy na, akkor ebből most tényleg tanulok valamit, ez most valószínűleg előre visz valamerre más irányba. Szóval nem, a legtöbb dolog nem fekete és fehér, és tényleg te döntöd el azt, hogy melyik irányba hajlítod a dolgokat. És annyira egyszerű dolgoknak is muszáj örülni, muszáj, mert eljön a pillanat, amikor betegség, halál, háború, nincs mit enni, nem tudok befűteni. Szóval eljön, vagy itt van, vagy eljöhet értünk is, mindazokért, akik most még el vagyunk, jól vagyunk. Úgyhogy nem szabad ebben az időszakban hagyni azt, hogy a negatív részek kerekedjenek fölül, mert különben bele fogsz őrülni. És arra nincs idő. Nekem sincs időm, nektek sincs időtök. És szerintem tényleg nagyon fontos az is, hogy ne mástól várjuk a segítséget, nem mástól várjuk a jót. Befogadhatjuk, megköszönhetjük, történhet kívülről jövő segítség is, de de mi mozgassuk előre a dolgokat, amennyire csak tudjuk. Tehát attól, hogy mondjuk valamelyik barátunk nem szokott nekünk ajándékozni semmit, de mi úgy érezzük, hogy őt nagyon szeretjük, és most az egyik legfontosabb dolog az életünkben, akkor adjunk neki ajándékot anélkül, hogy ő megajándékozna minket, és tényleg ne csak egy duma legyen az, hogy adni jobb, hanem akkor adj! Adj cipősdobozt, adj adományt, adj! És ha nem kapsz senki mástól ajándékot, akkor vegyél magadnak, és add meg magadnak. Ennyit akartam most így belesűríteni ebbe a videóba. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, és továbbra sem tudom pontosan megígérni, hogy mi lesz, de azt tudni, hogy mindig lesz köze gasztronómiához, mert ez vagyok én, és ezt szeretem csinálni. Köszönöm szépen, hogyha tagok vagytok, és ezzel támogattok engem. Nagyon fontos segítség ez számomra, mert egyelőre a videózás még mindig csak a hobbim, de komolyan veszem alapvetően, és egyre komolyabban veszem, úgyhogy köszönöm szépen tagoknak és patreonálóknak. Decemberben is fog érkezni olyan videó, ami csak nekik készül, úgyhogy ha másért nem, akkor ezért akár érdemes lehet. És köszönöm szépen azoknak, akiknek nemrég érkeztek ide a csatornára. Remélem nem futamottatok meg most ettől a videótól. A következő videóban is lesz egy vendégem, aki már volt egy előzőben is. És ez azért van, mert azon a héten többször leültünk együtt videózni, de ez nem azt jelenti, hogy mi mostantól kezdve örökre együtt videózunk, és bármi lenne a dologban, két ember vagyunk, akik megtalálták a közös hangot, és valószínűleg a jövőbe is lesz olyan, hogy leülnek együtt videózni. Ne sokaljatok be tőle, ne kombináljatok. Jó? Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Találkozunk egy következő videóban. Puszi!